Kovács Eszter vagyok, örülök, hogy itt vagyunk, ez az én YouTube csatornám, amire nagyon remélem, hogy fel vagy iratkozva, ha esetleg még eddig nem tetted meg, valami érthetetlen ok miatt, akkor légy szíves, és nyomd meg a csengőt, így jobb is lesz, meg a feliratkozás gombot ott mellette, és akkor mindig tudod, amikor új videót töltök fel, hogy már megint volt valami, ami eszembe jutott, és el akartam nektek mondani. Két dolgot szeretnék ma. Az egyik, hogy ha itt kopaszodsz, vagy úgy érzed, csak még nem vallottad be magadnak, de ott úgy ritkul a hajad, akkor azzal mit tudsz csinálni. Akár nő vagy, akár férfi. És mi van akkor, hogyha le akarod növeszteni a festett hajszínedet, vagy a mellérozottat, azzal mit tudsz csinálni. Nem lesz hosszú a videó. Nem azért, mert nincs ötletem, hanem megpróbálom gyorsan elmondani. Na, szóval... Ha itt kopaszodsz ezen az oldalsó részen, akkor mindenképpen csináltas, hogyha úgy érzed, hogy nincs rá okod. Nincsen gyógyszer mellékhatás, nem volt olyan betegséged, aminek lehet a mellékhatása. Nincsen túl sok stressz az életedben, és nem azért hullik a hajad. Nem vagy olyan fázisban menopauza szülés után, nem a hormonváltozás, egyéb bármi, és ez férfiaknál is lehet. Ami miatt ez történik. Akkor menj el, légy szíves, és csináltass egy vérképet, de egy ilyen tök átfogót, minden izét, így menj el a házi orvoshoz, mondd, ez a bajom, ezért szeretnék. Lehet, hogy el fog küldeni endokrinológushoz, és ő fog elküldeni, vagy nőgyógyászhoz, hogyha nő vagy. És mert abból nagyon sok minden kiderül. Ha elkezdődik egy kopaszodás, egy hajvesztés, egy hajritkulás, akkor azt nem fogod tudni visszafordítani, tehát nem lesz olyan, hogy valamit beszedsz, vagy valamit kivéve gondolom hormont, de azt meg nyilván nem akarsz, mert hogy az egy természetes folyamat a testedben, akkor előbb-utóbb ennek meg kell történnie. De, tehát olyan nincs, hogy te szedsz akármilyen gyógyszert, kapszulát, bármit, és akkor attól majd ott neked visszanő. Ha azok a hajhagymák kezdenek elhalni, akkor egy darabig még lehet stimulálni a működésüket, de bocsánat, hogy tőlem kell megtudnod, de előbb-utóbb ez lesz. Tehát az ember így szépen elfogy az élete végére, megritkulnak a minden, tehát a csontjaid, a hajad, a nem tudom, a szempillád, mindened, na hát ez élettanilag így vagyunk összerakva. De mégis, hogyha kicsit palástolni szeretnéd, akkor gondolkodj el azon, ha festve van a hajad, hogy jó színre van-e festve, mert vannak olyan hajszínek, aminél még inkább feltűnő lenövéskor, hogy ott ritkább. Attól függ ugye, hogy ősz-ősze vagy nem, mekkora a különbség, mit tehát ilyeneken kell elgondolkozni ilyenkor. Lehet olyan fazont vágni, ami... itt rövidebb, és olyan, mintha sűrűbb lenne a hajad. Ez férfiaknál is egyébként. Aztán vannak olyanok, és most ne iratkozz le, kérlek szépen, amikkel itt be lehet kenni, vagy ilyen por alakúak szoktak ezek lenni. Oda izélgatod így, és olyan, mintha ott lenne hajad, ezt több színben lehet kapni. Én egyébként a hajasnál láttam ezt egyszer, nem próbáltam, de láttam, és egyébként nem rossz. Nyilván, hogyha valaki közel megy, akkor fogja látni, hogy az ott nem haj, de hogyha mondjuk össze van kötve a hajad, és tehát ez egy kopasz részre ne akarsz rakni, hanem oda, ahol még van hajad, akkor oda egyébként tökéletes, hogyha... téged az annyira zavar, és mit tudom én, akkor ezzel meg tudod oldani. Egyébként amerikai youtubereknek a videóiban láttam régebben, nem is egyben, hogy ők ezt szemhéjfestékkel csinálják, szemhéjporral, hogy ott a bőrödet egy kicsit így beporozod, és akkor olyan, mintha lenne ott hajad, azzal is meg lehet csinálni. Illetve egy kínai videóban láttam, hogy van erre egy módszer, hogy ide szálanként hozzátesznek hajat a saját hajathoz, csak ez még Magyarországra nem érkezett el a módszer, de Kínából olyan sok minden jön mostanában, hogy még az is lehet, hogy a negyedik, ötödik hullámmal együtt ez is ide ér. Na, ezt akartam erről a hajritkulásról, tehát ezt egyébként hajhosszabbítással nem lehet megoldani, ezt azért még leszögezném. Ezt a fajta hajvesztést.
ha le akarod növeszteni a festett vagy a mellérozott hajadat, és mondjuk ugye hosszú a hajad, mert rövidnél viszonylag hamar lenő. De minden esetben azt ajánlom, hogyha te, magyarul te azért szeretnéd lenöveszteni, mert a természetes hajszínedet szeretnéd visszakapni, akkor legtöbb esetben az a legegyszerűbb és leghatásosabb és legjobb megoldás, hogyha olyan színűre festeted vissza a festett hajadat, mint amilyen a töve. És hogyha ez szépen korrektül van visszafestve, akkor ez nem is fog onnan lekopni, és így szépen észrevétlenül le tudod festeni, de attól, mert neked ugyanolyan színű immár a hajvéged, mint a töved, attól még az egy festett hajnak számít, és festett hajra való sampon, balzsam, ápoló, stb. Kell kezelni. Ezt azért ne felejtsd el. És még az is előfordulhat hajhoztól és életmódtól függően, tehát hogy mennyit jársz szaunába, szoláriumba napozni, minek teszed ki a hajadat, tehát lehet, hogy mondjuk még egyszer-kétszer így át kell festeni, hogy jól megjegyezze azt a hajszint, amire te festeni akarod, de azért így szépen kired. Ha szőkítve volt a hajad, és azt akarod visszafesteni mondjuk ilyenre, az már egy nagyobb falat, azt is meg lehet csinálni, nem olyan egyszerű. A szőkehajas lejátszási listámban beszélek erről is egy kicsit, de azért nem is akarok túl sokat, mert megmondom őszintén, nem akarom, hogy otthon ennek bárki nekiálljon, mert olyan félre nyúlások lehetnek ebből, hogy jobb azt nem otthon csinálni. Mert gondold el, hogy kitalálod-e, hogy oké, hogy így meg úgy megcsinálom, de mi van akkor, ha bezöldül a hajad, hogyha bekékül, ha beszürkül, ha mitől milyen színe lesz a szőke hajvégednek, mit csinálsz vele otthon? És utána, ha azzal elmész fodrászhoz, sokkal többbe fog kerülni azt helyrehozni, mintha eleve fodrászhoz mentél volna, és nem is biztos, hogy maradéktalanul helyre lehet hozni. Tehát itt azért ez olyan vékony jég, hogy csak szakember csinálja, én azt ajánlom. De ilyen egyszerűbb esetek, mint amikor vörösből akarsz, vagy másik barnából akarod visszafesteni, itt azt azért meg lehet csinálni, nem ajánlom soha, hogy otthon, de vannak olyan életszakaszok, amikor az ember nem tud máshol hajat festetni, csak otthon, de akkor egy olyan színűt kell venni, mint amilyen a hajad, legtöbbször ez így megállja a helyét. Én mondjuk mindig azt szoktam ehhez hozzátenni, illetve mindig, a tavalyi karantén alatt volt egy-két ilyen vendégem, akinek ez volt a kívánsága, hogy mikor ott áll a hajfestékes pult előtt a DM-be, amit egyáltalán nem ajánlok, hogy ott álljál, de tényleg te tudom, hogy valamikor nem tudsz más csinálni, azonnal ott helyben hívjál fel engem, és mondd, hogy mit fogsz a kezedbe, mit látsz, mi van ráírva, mit tudom én, és akkor egy kicsit azért tudok segíteni, hogy mi az, amit megvegyél, meg mi az, amit eszedbe se jusson. És gondolom, hogy mindenki, akinek fodrász, akinek a törzs vendége ilyen helyzetbe kerül, az ugyanilyen segítőkész, mint én, mert mi ilyenek vagyunk. Na, ennyit akartam mára. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!